Az anyagi nehézségekkel küzdő egészségháznak az elmúlt években szegényes volt a gépparkja, azonban az önkormányzatnak a helyi idősek otthonának köszönhetően mára elegendő járművel rendelkeznek, ami biztosítja hatékony betegellátást. Tavasszal a Tartományi Egészségügyi Titkárság jóvoltából az Egészségügyi Intézet új nyolcüléses kombival is gazdagodott, melyel a dialízises betegeket a Nagybecskereki Körzeti Kórházba szállítják. A baj azonban az, hogy legtöbb esetben nincs sofőr. Nagy Rózsika tavaly balesetet szenvedett. A térgyem eltörtem, és akkor a fiam bevitte ide az ambulantba, törökbecsére, és a doktornő kijött, idatta a beutalót, és mehettünk Becskereki kórházba. Mi volt a mentőve? Nem tudjuk, nincs. Akkor, amikor hazaengedték, akkor kapott mentőalmat? Haza, akkor hazahoztak. Haza, haza Jött a törökbecsei valakit, hoztak be a kórházba, és akkor engemet meg hazafelé elhoztak. De aztán, mikor mentünk ellenőrzésökre, akkor hát nincsen, nincsen, egyszerűen csak ide telefonáltak, hogy ha nem mentünk el, akkor várjunk még, mert az öreg otthonból vittek valakit be, és akkor avval együtt engemet is bevittek a kórházba, meg akkor vissza is hoztak. Málbaski Krisztina nagymamájának Nemrég a medence csontja tört el. Idén augusztusban eltört a nagymamámnak a medence csontja, és mint hittük, a sürgőségét, nem bírtak kigyűjni, és akkor én elvittem, mert van engedélyem, elvittem a nagyikát oda a sürgőségére, az ambulantban, és akkor mondták, hogy nincsen sofőrjük, átnézték, és mivel kistünk a itt nálunk, akkor muszáj volt elvinni a nagybacskereki kórházba a saját személygépkocsijukkal vitték el a nagymamát. Igen. Amikor megérkeztek a körzeti kórházba, akkor a röntgenkép alapján megállapították azt, hogy a nagyinak eltört a medence csontja. Hogyan utaztatták haza a nagyikát? ugyanúgy kocsival, pedig mondták, hogy az kicsit úgy rizikós, mert nem szabadott ülni a nagyinak, de hát nem volt ki állja jön, érte, és akkor hát nem volt más választásunk, és akkor mink elvittik haza is. A baráti körben hallott még ilyen esetről, hogy valakit sürgősen el kellett volna utaztatni, szállítani a Nagybecskereki Közkórházba, és saját személygépkocsijával tette ezt meg. Igen, hallottam. Több Ez mióta van így? nem tudom, de hogy nincs sofőr, az biztos. A törökbecsei egészségház jelenleg hét sofőrrel rendelkezik. Tudtuk meg dr. Jovana Sljapitytól, az ápolási osztály ügyvezetőjétől. Legalább három sofőrre lenne még szükség, fűzte hozzá. A jelenlegi munkaerővel a sürgősségi osztályt, a betegszállítást, valamint a dialízises páciensek ellátását tudjuk megoldani. Azonban ez sem működik zöggenőmentesen, hiszen napközben a sürgőségi osztályon két mobil csapat dolgozik, két ápolóval, ugyanannyi szakorvossal, két sofőrrel, azonban az éjjeli ügyeletnek csupán egy sofőr áll rendelkezésére, ami azt jelenti, hogy a sürgős eseteknél a sofőr elmegy, s a időközben egy másik betegről kell gondoskodnunk, vagy éppen szállítatnunk, nem tudjuk megtenni. Hozzátenni, hogy nappal is előfordulnak gondok, hiszen a 17 dialízises beteget hétfőtől szombatig a község területéről a Nagybecskereki körzeti kórházba szállítatjuk, és ehhez két sofőrre van szükség. Az elmúlt másfél évben ezt a gondot különféle módon próbáltuk megoldani, azonban előfordult az is, hogy azok a betegek, akiknél szükségtelen volt az orvosi kíséret, mint a kéz, lábtörés, a saját járművükkel jutottak el a közkorházba. Örülünk annak, hogy az önkormányzat jó voltából erősítjük a csapatot, azonban ez csak ideiglenesen oldja meg a problémát. Szükségünk volna még több sofőrre, annak érdekében, hogy a betegellátás teljes egészében zöggenőmentesen történhessen. de Egyelőre egy sofőrbérét tudjuk biztosítani, jegyezte meg Sasha Maximovic községi elnök. Az önkormányzat decembertől három hónapon át biztosítja majd egy sofőr bruttó havi jövedelmét, hiszen köztudott, hogy az egészségházunk anyagi nehézségekkel küzd, emellett pedig az intézmény folyószámlája is zárlat alatt van. Mi mindenképp segítünk, hiszen elsődleges az egészség, a betegek hatékony ellátása. Ez csak ideiglenes megoldás, a jövőben pedig igyekszünk ezt a problémát megoldani. Tehát a lakosoknak fontos tudniuk, hogy az elkövetkező három hónapban a sürgősségi osztály mindkét csapata a rendelkezésükre áll majd. Törökbecse önkormányzata az új sofőr alkalmazására a községi költségvetésből 150 ezer dinárt irányzott elő.